pályázatunk vezérfonala az áramlás szlogenje, mi vagyunk az áramlás, amely nem csak a folyóink áramlására, de arra a kulturális áramlásra, sokszínűségre és pezsgésre is utal, ami Győrben megtalálható. A nyári fesztiváljaink mindegyikén megjelent az LKF pályázat vezérgondolata, a nyár végén pedig már másodszorra rendeztük meg az LKF napot, ahol a Vaskakas Báb Színház előadását követően egy nagyszabású gála keretében állt egy színpadra a Győri Balett, a Győri Filharmonikus Zenekar és a Győri Nemzeti Színház. Ezekkel a programokkal és a mai nappal is az a célunk, hogy a lehető legtöbben érezzék magukénak ezt a célkitűzést, és ez így egy valóban közös vállalás, siker esetén valóban közös siker lehessen. Pályázatunk három fő programcsomagja, az út, a város és a párbeszéd elemzéssel illettük. Az utat Győr esetében talán nem kell magyarázni, hiszen földrajzi fekvése indította el azon a fejlődésen, ami oda vezetett, hogy hazánk egyik legjelentősebb városává vált. Persze nem csak a közlekedési útvonalakról van szó, de a kulturális, turisztikai útvonalról is, amelynek egyre inkább központja Győr, és persze a gazdasági útvonalról is, hiszen városunk az egyik legerősebb gazdasági központja az országnak. A város maga a vonzás, ahol az áramlás megjelenik. Ebből a szegmensből talán a Városműhely programot emelném ki, hiszen Győrben számtalan tehetséges alkotó dolgozik, nevelkedik, akik rengeteget tudnak tenni városunk egyedi jellegéhez, értékeihez. Az ő megnyilatkozásuk helyszíne lehet a Városműhely. A párbeszéd pedig talán a legfontosabb egy városi társadalom életében. Az egymással való párbeszéd egymás megértése épp úgy fontos, mint a kulturális párbeszéd. Győr kulturális fellegvár, így a párbeszéd a zenében, a táncban, a színjátszásban, bábművészetben, képzőművészetben és még rengeteg más művészeti ágban is megjelenik. Önök nagyon sokat segíthetnek nekünk, és sokat tehetnek az LKF pályázat sikeréhez. Elköteleződésükkel mutatják, hogy komoly támogatottság van elképzeléseinknek, együtt tudnánk megmutatni, hogy a győri polgárok, a művészeti élet és a gazdaság szereplői egy emberként óhajtják, hogy 2023-ban Győr legyen Európa kulturális fővárosa.